hogyha mi lennénk ilyen helyzetben, nagyon jól esne, hogyha látnánk, vagy hogyha idegen országba belépve azt látjuk, hogy akkor oda jönnek hozzánk, és akkor próbálnak segíteni. Igen. Mindegy, hogy hol. Ételt, italt adni. Vagy csak beszélgetnek velem, ha elmondhatom, hogy mi bánt. Attól, hogy a keletiben nincsenek, még ugyanúgy helyzet van, itt vannak, jönnek, és ha nem a keletiben, akkor máshol kell nekik segíteni. Mivel ugye a médiában nem látjuk ezt, hogy meg ugye az emberek nem látják azt, hogy hú, most itt van x száz ember, az nem azt jelenti, hogy nincsenek. Ugyanúgy szükség van emberekre, adományokra, nagyon, sőt, mivel az idő, most még inkább, mivel ugye az időjárás is rosszabb, még jobban van arra szükség. Szerbiában vagyunk Szabadkán, a téglagyárnál, és ugye itt szoktak várakozni, ide jönnek Belgrádból. Mivel nem engedik már át a szerb magyar határon a menekülteket, ezért ugye van, aki itt ragad, bevárják mondjuk még a családnak a másik felét, utána mennek tovább Horvátországba. Olyan is előfordul, hogy akkor akiknek nincs pénzük, hozzácsapódnak egy másik csoporthoz, és akkor ők segítenek nekik. Mivel nem működik a téglagyár, és elég romos, ezért csak sátorba tudnak aludni. Most már annyira hideg van éjszaka, hogy azért ezek akármennyi réteg, akármennyi takaró, azért mégis szabad ég alatt vannak, és ez voltak, akik múlt héten vagy két hete, akik több napig itt voltak, család, szíriai család, kisgyerekek, sátrak vannak, és akkor leraktak ilyen polifómokat, pokrócokat, és tüzet is tudnak ugye gyújtani, ott hoztunk nekik ilyen edényeket, meg ilyen konzerveket, amikből tudnak meleg ételt csinálni. És érdekes, oda mentünk, ugye hoztunk most is pulcsikat, meg takarókat, meg egy kis ételt, italt, és ott megkérdezték, hogy kérünk-e teát, kérünk-e valamit enni, szóval aranyosak voltak. Igen. Voltunk az orvosi sátraknál, és ez csak így megérkezik ez a család. Kicsik, nem tudták tartani magukat, összeesett, mert annyira fáradt volt, mert körülbelül 5 napja nem aludtak, ittak egy kicsit. A gyerekek voltak azok, akik ettek, és az egyik kislánynak el volt törve a lába, úgyhogy őt kézbe hozták, az anyuka ott zokogott, úgyhogy ott hívták is a mentőket, és vitték is be a kórházba a kislányt. Nagyon megviseli az embert, hogy ilyet látni, hogy az anyuka 7 gyerekkel eljön Irakból egyedül azért, mert hogy a férjét megölték. Ez a borzasztó, valakinek már az megváltás, hogy gyalogol a semmibe. Az embereknek abba kéne belegondolni, hogy ők nem jönnének el, hogyha nem lenne muszáj. Ha az emberek azt tudnák, hogy mi folyik ott, nem csak olyan kommenteket lőne, hogy menjenek haza, tehát ilyeneket, minek jönnek ide, hanem az, hogy megnézni, hogy mi folyik ott. Hogy mi folyik Szíriában, mi folyik Irakban, mi van Afganisztánban. Szíriában már 4-5 éve nincsen tanítás. Tehát a gyerekek, akik most beleszülettek ebbe a háborúba, ők nem járnak iskolába. És akkor ővelük mi lesz? Az egyik szíriai család, akikkel az állomáson találkoztam, a legkisebb gyerekre mondta az apuka, hogy ugye 3 éves volt, és beleszületett ugye ebbe az egész háborúba. Igen. Meg tudja különböztetni, hogy akkor most ez a bomba, ez most milyen bomba volt. Nem tudom, ott voltál, amikor az egyik kisgyerek krétával rajzolt a földre, katonákat, bombát, hogy egymást ölték az emberek, és ilyeneket rajzolnak. Tehát nekik ez az emlékük, nekik ez marad az országukról. Hogyha történtek így negatívumok, tehát amik így úgymond a csalódás, tehát hogy ez most nem sikerült, akkor 1-2 nap múlva történt valami olyan, amit meg tudtunk oldani, tudtunk tényleg segíteni, minden eljutottak oda, ahova akartak menni, akkor az mindig nekünk is jó volt. Tehát, hogy ez mindig szerintem fontos, hogyha történik egy negatívum, utána mindig történik egy pozitívum is. Just one, okay?
Mert...